Jó napot kívánok! Szeretettel köszöntöm Önöket! Ismét egy feketeses könyvbemutató. Én Fazakas István vagyok a feketeses kiadótól, akit bemutatunk Hovai Attila, akinek új kötete, a Nyár sötét szíve most jelent meg könyvhétre, és aki főként beszélget vele, másik szerzőnk egyébként Zalánti volt, szintén több kötetes szerző, aki most Attilát régóta követi már, de most találkoztak először, azt hiszem személyesen. Hadd mondjam el, hogy Hovai Attilának ez negyedik kötete nálunk jelent meg, csak mutatom, tudom, hogy nem látszódik, a Sötét tisztaság, a Rejtélyes című Pentimento, és a Gyönyörű folyóhang. És az, hogy ez a negyedik könyve itt nálunk, erre mi nagyon, nagyon büszkék vagyunk, és nagyon örülünk neki. És nézzük meg, hogy vajon az a fűszöveg alapján, ami Zalán Tibor írta ez a könyvhez, ami talán kicsit sötét tónusú lett, hát hogyan beszélhetnénk így, vagy egy kicsit más szempontból Hovai Attila költészetéről, erről a kötetéről. Viszont barátaim, én meg szoktam várni a döntéseimet, és Tamai Attilával szemben is volt egy ilyen döntésem, amikor egyik kötetem megjelent a Fekete Sasnál, az igazgató azt mondta nekem, hogy mi lenne, ha egy másik költővel együtt mutatnánk a könyvet, ezt mondjuk Tamai Attila volt, akinek ismertem akkor Kósza verseit, de én bizalmatlan vagyok, és akkor azt mondtam az igazgatónak, hogy igazából nem örülnék. Senkinek se örültem volna természetesen, de nem Tamai Attila kiváltsága volt az, hogy neki nem örültem. Viszont a fölépésünk után, az elmúlt a közös fölépésünk után az igazgatóra kezembe nyomta a könyvet. Elolvastam, és akkor azt mondtam, hogy ez az, amit most bánok, mert egy nagyon, nagyon fontos, jelentős, nagyon jó hangú, és nagyon jó szellem, és nagyon tiszta hangú költővel való találkozást mulasztottam el. A sors úgy hozta, hogy most összetalálkoztunk, és elmondhattam neki ezt a valóbeszéd, bocsánat kérést. Az az igazság, hogy amikor megláttam a könyvnek a címét, akkor rögtön az jutott eszembe, hogy végre van egy bátor költőben a magyar költészetben, aki egy oxymoron tud odaratni a könyv elejére, és odaratta, hogy teszi a szív szót. Ma a szív, a lélek, a szerelem, az érzelmek, azok az érzelmek úgy félnek a költők, úgy fél a költészet és a kritika, mint az ördög a töményen füstöl. Tehát itt mindenkitől azt várja el, hogy legyen racionális, ne érzelgősködjék, mert abban a pillanatban, hogy valami érzelem átszik, mint egy költeményem, egy szövegem, abban a pillanatban azt mondják, hogy patetikus és romantikus. Én szeretem a romantikát, mint olyat, alkalmazom is a romantikát ennél, és hogyha rokkolelket találok a magyar költészetben, akkor azt meg tudom becsülni. A nyár ugye azért racionál a nyár sötét szíve cím, mert a nyár az ragyogás, valamennyit a ragyogás, nézzenek szét, minden ragyog, még a könyvét is tud ragyogásba borulni, amit én nagyon nem szeretek. Mert a ragyogást szeretem, csak a könyvét nem, az szívem közepe. De még ezt is ragyogással teszi a napfény. És ugyanakkor azt mondja nekem ez a költő, azt merjük mondani, hogy sötét szíve van ennek a nyárnak, ebben a pillanatban úgy érzem, hogy valami történik, a magyar költészetben megint történt valami. És hát ezért tartom én sok mint csak egyéb mellett nagyon fontos, hogy ezt a kötetet most bemutatjuk Önöknek. Szeretettel köszöntöm én is Önöket, köszönöm, hogy eljöttek és meghallgatnak bennünket. István bevezetőjéhez csak annyit szeretnék hozzátenni, hogy fordítva igaz a dolog, nem Zalán követett engem, hanem én követem Zalán Tibort hosszú-hosszú évtizedek óta. Ha most mindezt a számomra nagyon fontos és szép dolgot, amit ő elmondott, nekem tűrnöm kellett, akkor tűrje ő is, hogy mi egyszer valóban most találkozunk először, és most találtuk meg egymást először, de évtizedekkel ezelőtt egyszer találkoztunk, amikor ő a kortárs folyóiratnak volt a versrovat szerkesztője, és én akkor Vati Zsuzsa mellett és Orbán Otto mellett famulusként azzal a feladattal voltam megbízva, hogy az összes beérkező prózát olvassam el, és szűrjem meg, és adjam utána Vati Zsuzsának oda, aki majd kiválasztja, hogy mi kerülhet be a kortársba, és hát ez egy gyönyörű
fél év, egy év volt, azért maradt abba, mert azok a kortársírók, akik akkortájt jelentkeztek és elküldték tényleg kézzel írt verseiket, vagy több példányban indigóval legépelt prózáikat, ez csak egy töredékkel tudott akkortájt megjelenni, viszont 20-25 oldalt elvitt minden egyes számból I. és Gyula naplójegyzete, azokkal a mondatokkal teli, hogy most kell venni Gyulának új inget vagy zokni. Tehát egyszerűen nem értettem, hogy nem akarja a prózarovat minél nagyobb mennyiségben megmutatni az akkori legfiatalabbakat. Most ekkor küldtem én el Tibornak a verseimet, anélkül, hogy megmondtam volna, hogy az én vagyok. És azt, amikor találkoztunk, annyit mondott, hogy pontosan emlékszem a versre is, ha még egy ilyet írsz, akkor leközöllek a kortársban, és már adom is a honort, hogy aztán azt együtt elígyük. Tehát ez volt az én találkozásom ővele, és a hasznos pofonok, a nagyon hasznos és nagyon értékes pofonok közé tartozott, amikor én átküldtem 3-4 olyan verset, aminél jobb verset Arthur Rimbaud se írt, és ő azt mondta, hogy hát egy igen, és ha még egy, akkor. Úgyhogy ez ugyanilyen ütéseket is nagyon hasznos, és nagyon hálás vagyok ezekért, kaptam másoktól is, de az már messzire vezetne az a történet. Hallgassunk meg egy verset Attilától? Azt gondolom, hogy jó. A kötetnek vannak olyan versei, amelyek verses mesék tulajdonképpen. Először az volt a tervem, hogy ilyen meseverseket fogok írni, és ebből fog összeállni az új könyvem. Később ez módosult. Ezeknek a meseverseknek egy részét a szerkesztő Király Katalin félretette, és szétszórta a kötet ciklusai között a bennmaradókat. Esetleg egy ilyennel kezdenünk. Mese régi magamról. Egy régi fiú les fel az égre, sétálgat a városmajoron át, vállat ránt sok régi semmiségre, lóg rajta a régi lódenkabát. Átvág idegen régi temetőn, a sírokon a fák régi lombja, megáll azon a régi domtetőn, áldogál valaki régi szobra, nézi, közeleg a régi este, felnövekszik a régi félelem, kúszik a majdani férfi testbe, nedves percek a percre sebesen, felles a mai férfi az égre, az ősztől venhes városmajoron, ki tudja mióta már, hány éve lépked régen kisült pázsitokon? Inkább rövidebb, kisebb verseket választottam. Egy kicsike címe Örökké. Estébe hajló délután, csak a víz, a hullámzás. Vihetne hajó is, futhatna, mint nap, mint felhő, mint idő. De nincs kedv hasonlatokba költözni. Sírálj, és valaki szája, haja, bőre. Árdócra tűzött sikoltás. Alul a néma tenger, csak egy estébe hajló délután.
nagyon érdekes ez a költészet számomra, amikor én kéziratból olvasni készültem fel, amikor írtam az előszót, és előszóban soha nem azt írja az ember, amit gondolom, ami eszébe jut. És ez a két dolog nem ugyanaz, mert nagyon pici a terjedelem, és okosnak kéne látszani az embernek, és olyankor nyilván megőrzést nem tudok okosat mondani. És találtam a jegyzeteim között kiemeléseket, tudják, ezzel a sárga kijelzővel. És ilyet találtam, hogy ezt írja az ember, hogy ceruzával írom a verseimet, reggelente kiolvasa a napi sajtót, havonta átkezem a folyóratokat a japán helyén, Pesten dolgozom, falun élek, nem nézek tévét, sosincs pénzem, ha mégis elköltöm az utolsó fillérig, sose bonyolultam szokások és megszokások hálójába, sokat gondolok a gyerekeimre, sokat gondolok a meg nem született gyerekeimre, sokat gondolok azokra, akik messze élnek tőlem, szeretem a feleségem. És ez magában nem vers. Nézi az ember is azt mondja, hogy ez mitől vers, ez mindenki végig tudja sorolni a vásárlási listáját, meg éppen mit kell csinálni aznap, hogy mit csinál tegnap vagy holnap. Csak hogy ez beleteszi két olyan nagyon erős lírai tájkép világba, hogy az egész megemelkedik. Hogy az az ember, aki ilyen egyszerűen tud beszélni arról, hogy úgy él, mint bárki más, csak sose él úgy, mert az első és az utolsó része a szövegnek, és a következő része a szövegnek, az nagyon megemelten dolgozik. Ő nem fél attól, hogy emelt hangon beszéljen. Nem fél az érzéseitől. Nem tudom, Petőfi Jóta kiírta le azt a mondatot, hogy szeretem a feleségem. Ezt még ő sem merte így leírni. Magyar költészetben a költőknél szeretőik vannak, vagy sajaik vannak, nőik vannak, de a feleségemet szeretem, és több versben is előfordul, nagyon sok versben előfordul, a gyerekeim anyja, akitől a gyerekeim vannak, akikkel együtt élünk, akikkel majd külön fogunk elválni, ez egy nagyon fájdalmas versbezárás. Tehát nagyon érdekesen dolgozik a Tomei Attila, ő tud nagyon szikár lenni, tud nagyon egyszerű lenni, ő tud nagyon visszafogott lenni, de minek? De minek, hogyha nem éli meg? Ez így van, és visszakanyarodnék a bevezetőre, hogy bizonyos szavak, mintha kikerültek volna a magyar költészet, vagy nem csak a magyar költészet szótartományából, szókészletéből, és bár soha nem érzékeltem, soha nem tapasztaltam magamon azt, hogy törekednék valamilyen vers eszmény megvalósítására, nincsenek célkitűzéseim a versírás közben. Az, hogy régi szavainkat, lemerült szavainkat, nem használt szavainkat előhozom újra, ez számomra egy teljesen természetes dolog, és nem érdekel, hogy ki mit szól hozzá, nem számít, hogy mit mond a kánon, vagy mit mond az elvárás, vagy mit mond a divat. Valószínűleg ez lelki alkat kérdése is, nekem a divat mondja meg, hogy ki. Tehát nem valószínűleg lelki alkat kérdés is, egyszerűen nincs, vagy nagyon, inkább a beszélgetésekben, az éjszakákban, a közösségben merül föl bennem az irónia, az önirónia, a gúny adott esetben, vagy szarkazmus, és így tovább. De valahogy a lelki alkatom visszaránt ettől, ha verset írok, mert idegenkedem tőle. Elfogadom a létjogosultságát, természetesen eszem ágában nincs senki módszerét vagy stílusát, nyelvhasználatát megkérdőjelezni, csak tőlem ez idegen. És szeretem a tiszta, egyszerű mondatokban való megszólalást, miközben nagyon sok versem azért nem ilyen, hanem meglehetősen bonyolult, és azt hiszem, és hosszan hömpölygő, és nagyon sok mindent magával hozó, magával sodró vers, de szinte egy költőt ismerek a mai felhozatalból, a mai kortársak közül, akivel egyszer ezt fölfedeztük.
egymás költészetében, hogy te is kimered mondani, és én is kimerem mondani, és akkor ez az egy jó, jó pillanat volt. Szerelem. Omázs a Kalafis. Fájt a feje. Sok volt éjjel a fecsegés, a váratlanul összeverődött társaságban. Sápadt fiúk és unatkozó lányok között. Sok volt a bor, a cigaretta, a pimasz pincérek, s a leanderek ideges illata. Este közéjük keveredett, alig értette a beszédjüket, mint krétai volt. Inkább az éjjeli tengert hallgatta. Délelőtt a sárga partot járta, hogy átfújja a nedves szél. Akkor találkoztak. Látta a piacon korábban is gyümölcsöt venni, húst és recinát, többször látta korábbi nyarakon. Volt, hogy a helyére ült le a zajos kávéházban a langyos székre. Azt hitte felette. De akkor megérintette valaki halott ujja a homlokát, pedig senki nem hal meg, születünk csak, s átváltozunk. Emlékszik arra a napra, a felhorgadt tengerre, az ócska garniszáló szobájára, annak a napnak a délutáni fényére, a két üveg pohár, az egyik csorba széle, a csókra, igen, a lassú csókra, s az édes vér íze, a szerelemé, az övé volt aznap délután. Az ablaknál leroskadt sezlonyát, azon ölelkezte, a széles ablak párkányon, ott ölelődte. Belenézett a megfakult tükörbe, régi korok tükre, látta őket aznap. Fiatal testük. Kivette ismét azt a szobát egész éjszakán. Felbotorkált a korhadó lépcsőn, kicserélték a bútorokat, lemeszelték a falakat. Belenéz a tükörbe. Azóta hány sose fáradó felsurranót láthatott, mind futottak tovább, nehogy itt öregedjenek meg. Ma már csak a megőszült tenger örjön lent a szárnyas ablakok alatt. Ahogy Tibor már említette a külszövegben, ez a vég és a kezdet. Körforgása valahogy Attila költészetében, ez is ez a vers is nagyon jellemző erre. A másik az, hogy sok itt a víz, a folyó és a tenger, sok az örökség, sok a mitológia. Nagyon visszajel egy mediterrán környezetben, nagyon sokszor. Már itt van az Ebegény is, itt van a Duna, és itt van a Moszkva tér, Buda, és furcsa is, hogy abból az indulásból hogyan jutottál el. Ezek igazáért. Igen, és itt, hogy sok a víz, és sok a tenger, és sok a folyó, és így tovább. Én egyrészt szeretném megragadni itt az alkalmat, hogy ezt a minden kötetem szép, minden kötetem fontos, de valahogy a legutolsó áll az ember szívéhez talán, vagy a magamfajta szívéhez a legközelebb. És ez a gyönyörű, szépre sikeredett kötet azért is ilyen szép, mert Török Joli festőművész festménye került föl a borítójára, és az ő grafikái kísérik a szövegeket, és valahogy egymást kérdezik a grafikák a versekkel, és választ is kap mind a kettő. Ami a kérdésedet illeti, én bevallom, tehát amikor még a Hybrisz különösen ott lobogott bennem, és még nem ismertem ki ilyen az ő élet ellenes, sötét
vonzását. Én akartam lenni a legnagyobb magyar tengerköltő, egy tengertelen ország legnagyobb tengerköltője. Ugye ez elég nagy feladat, de számomra úgy tűnt, hogy meg se kottyan. Hát mit nekem a világirodalom legnagyobb tengerversei, a Duinói elégiák mondjuk. Nem rossz, ugye. Nem tart sem eddig, vagy ott van Dobai Péter, ugye, például, aki itt él, nem messze innen, és évek óta nem lehet róla hallani, és mekkora költő. És az ő költészete, vagy Kántor Péternek a Duna versei. Tehát számos kolléga volt, akinél mind-mind jobb akartam lenni. Ez ott akkor rendjén volt. Talán ma már nincs így, hanem csak én is meg akarom írni a magam tengerverseit, vagy folyóverseit, és a vízhez kapcsolódó érzéseimet, amik azért is fontosak, mert ez egy közös dolog. Mert ott van mindannyiunkban ez a közös dolog, amire vissza tudunk emlékezni, mit jelent a tenger, mit jelent a folyó, a vízparti élet, a vízparti emberek milyenek ott a napfényben, a szélben, a homokban, és ahova én budai fiú vagyok, a bécsi kapunál születtem, ott nőttem ilyen szép nagyra, és ugyanakkor pedig 20 évvel ezelőtt vissza sem néztem, és elmentem Zebegénybe, és ott építettem házat, de állandóan ide járok persze Budapestre. Úgyhogy, hát ennyit. Az emberi én beszélgetésekkel úgy, mint a fülszöveggel, hogy rákezdi, akkor a pontot kell a végére tenni, tehát gyorsan mondom. És soha nem hallottam felolvasni Tamai Attilát, és én élből tovább görgetem, hogyha valaki fölteszi a Facebookra a versét. Egyetlen ember az, akinek a Facebookon elviselem a versét, sőt mindig érteti, hogy valósom az ő. Tudik, olyan mélység is, hogy őszintén beszél úgy, hogy nem magáról beszél, hanem valamiről beszél a versen keresztül, hogy mindig kíváncsi vagyok az állapotára, éppen milyen állapotban van a Tamai Attila. És mindig valami fontosat közöl velem, egy tömbökben jönnek ezek a versek, de általában nem szakaszosak, hanem egy tömbbe oda nyomja nekem az érzelem és az ideggócot, aztán én meg bogozgatom, de kedvemre a volt. Kíváncsi voltam, hogy hogy olvas föl verset. Amikor ide álltam a palá és megérkeztem, akkor hallottam, hogy valaki a színpadon olvas, és mondtam, hogy ez a Pajor Tamás, akit volt szerencsém hallani, olyan jelenzetesen olvasott föl. Az ő fejből tud mindent, tehát ilyen az ő feje. Na most én nem tudok egy verset tudok, csak az én fejem meg ilyen. Az összes művön közül, de kíváncsi voltam, hogy te hogy olvasol föl. Ilyennek képzeld, hogy kicsit megvagyhatódva tőle, mint ész, kicsit megvagyhatódva tőle, te vagy, aki ezt írta, kicsit babicsosan olvasol, ami nekem nagyon jó, pont ilyennek képzeltem, mert nem csalódtam. Viszont annyira bele lehet feledkezni a költészetébe, olvasom ezt a rövid verszakot, mikor írok és arra a másikra gondolok, aki én is vagyok ott a homlokomon, egy régi nőkeze, árnya nem nyugszik oda át se, hiába nőtt a szélbe, földbe, elbírhatatlan fénybe, átörönnen újra s újra, s ha volna még, hová vágyam volna, elváltozott az a fényvene, hogy lássam a köthídját, a szalagi utat, s mikor elalszom, mint még soha kezére ismerek, segít az időtükre, az emlékezet, többet nem mondhatok, nem is lehet. Egyáig olvasom, és mondom, hogy valami szép szerelmes verset írt az ember. És aztán, de mint hogyha nem is szerelmes, mint az anyjáról írta volna. És valóban az édesanyjáról szól a vers, de ez a rész, ez olyan szép megfogalmazás a fiú anya szerelmének, akár is lett, akár, ami csak a igazán tiszta és igazán őszinte költészetben képzelhető el. Ellen nyűgöződöm én a Facebookon is, meg itt is azon, hogy úgy tudsz egyetemesen beszélni, közben konkrét üzeneteid vannak a környezetek felé. Nem beszélek többet, mert most lejár az időt, olvasd még valamit. Isten, te beszélj, hogy okosan. Én csak egy mondatot, hogy kérem önöket, hogy szinte figyeljék Facebookon is, és nálunk is. Attila, tudjuk, hogy dedikálást tesz a 42-es tannát nem sokára, és úgy érezzük itt kiborral is, hogy itt valami
valami jelentős dolog érik itt mellettünk, és Tomai Attilától várjuk legyen a következő kötetet. És most egy verset tőle, és ezzel búcsúzom. Köszönöm szépen mindkettőtöknek. Itt megint hadd ragadjon meg az alkalmat csak fél percben, hogy az úgynevezett kis kiadókról mondjak valamit. Egyre fontosabbnak érzem, egyre fontosabbnak tudom a kis magyar kiadók próbálkozását, erőfeszítését, hogy nagyot merítve a kortárs költészetből olyan alkotókat segítsenek és juttassanak megjelenéshez, akik kevésbé részesei egy nagyobb kánonnak vagy közmegegyezésnek, amely mögött, kánon mögött mindig két-három ember ízlése rejlik leginkább, amit az ember nem vitat és elfogad és tiszteletben tart, de közmegegyezésnek nem tudom tekinteni. Most csak egy pillanatra, telefonáltam a kiadóba, akartam beszélni valamit a kötettel kapcsolatban, és a kiadó vezető kisasszony hívtam, akivel megbeszéltük a dolgot, majd kértem, hogy Fazakas Istvánt legyen szíves adni. Azt mondták, hogy nem, nincs itt, elment Szekszárdra, mert ma nyomja, ma kezdi el a nyomda a kötetnek. A nyomása, és lement Szekszárdra megnézni, hogy minden rendben van-e. Azt hiszem ez az, ami a búcsúvás. Duino. Elhagytuk a Rilke sétányt, hol annyi sors elágazott. Kigazoltunk egy-két régi lábnyomot, közben az öreg hangszerről sorra pattantak le a húrok, s a zöld nyári színe elveszett az október maradék lombja között. Bejártuk az otthonossá tett csodálatos tévutakat. Telt, betelt idő és lélek. A föld csak egy égő kométa a fenti vagy lenti mélyben, s rohan, forog akkor is, ha eljön a már nem itt, nem így, a már régen. Mit számít mindez, ha szeretlek? A nagyját leéltük, testedből gyerekek léptek a néma partra, elágazó sorsok. Azt akarják ők is, amit egymásnak szántunk. Odaadjuk. Sósízű poharakból iszunk, lebegünk az árnyéktalan vizen, s a nyár sötét szíve őszt dobog. Nézzük a kék remegést, a horizont befeszült vonalát. Jaj, Natikám, külön szakítjuk át.